Hát, köszöntök mindenkit! Mai alkalommal Hearts of Iron 3-mal fogok játszani, de nem úgy, ahogy eddig játszottam vele bármikor is, mert ma Istennel, ma Isten is velünk lesz, és végre láthatunk egy alternatív jövőképet, ami egy olyan világban játszódik, ami mikor Magyarországot segíti egy ilyen globális háttérhatalom, egy ilyen pénzhatalmi világelit, aki támogatja minden döntésében. Tehát cheat kódokat fogok használni röviden, és csúnyán megalázok mindenkit a világon. Oroszokat is, németeket is, mindenkit. Szépen hadsereget fogok építeni, és meglátjuk, hogy mi történne Magyarországgal, minden király lenne. Nyissuk meg gyorsan a cheat kódokat, és most itt jobbkéz felől rákeresek egy cheat kódos gyűjteményre. Írjunk be rögtön pár fontos változtatást, például Magyarországgal mindenki szeressen üzletelni. Úgyhogy azt fogom mondani, hogy hopp, ez történt. Lássuk, mi történt. Egyszerűen az történt, ha most elkezdek keményen diplomáciát folytatni például Németországgal, akkor ajánlok neki egy olyan üzletet, hogy ő fizessen nekem havonta rohadt sok nyersanyagot, mindenből. A hatalmas országok nagyon fegyverkeznek ebben az időben, ugye még a második világháború előtt vagyunk, pár évvel az első világháború után. Nagyon fegyverkeznek, úgyhogy egy kicsit lelassítom a fegyverkezésüket, megpróbáljuk megváltoztatni, elkerülni talán a háborút. Úgyhogy kifosztjuk szépen anyagilag a nagyon erős, ellenséges országokat. Tehát nekik rengeteg pénzük lesz, viszont termelésük nagy részét azt mind hozzám kell, hogy szállítsák, és akkor minden rendben lesz. Most elfogyott a diplomáciai bizbasz. Százezer, 1 millió pénz. Magyarország rohadt meggazdagodott, tehát a pénzhatalmi világelit Magyarországnak egy csomó pénzt adott, mert hirtelen most őt támogatja. Magyarország, hát sajnos játszottam már a magyarokkal itt rendesen, nagy nehezen világháború végére megkaptuk ezt a részt, meg egy kicsit elfoglaltam még itt errefelé is egy csomót, mert ugye Jugoszlávia és a szövetségesek mellé állt, tehát itt sikerült egy hatalmas karét, tehát sikerült visszaállítani nagy Magyarországot, azonban ez kb. A világháború közepére, végére érhető el. És nagyon nagy probléma az, hogy a magyarság egyszerűen kevés a földön. Túl királyak vagyunk, és nagyon minőségiek, ezért nagyon kevés van belőlünk. Csak 223 az emberi erőforrások, úgyhogy én ezt egy kicsit tuningolnám. Tegyük fel, hogy magyar emberek rájönnek arra, hogy milyen szép az élet, és elkezdenek gyerekeket kimpumpálni ezerrel. Mondjuk ezer ember. Tehát azt lehet tudni, hogy nagyjából Németországnak mekkora? Németországnak olyan 500 lehet ez a manpowerja. Oroszországnak pedig még jóval nagyobb, de hát Magyarországnak is kellenek ilyen emberek, akik dolgoznak érte. Pillanat, állítanom kell dolgokon, úgy tűnik. Egy másodperc. Valahogy elállítodott minden. Jó. Talán így most már hallani is lehet. Talán. Talán csak. Szóval most eléggé cheatelni fogok. Durván. Magyarország pedig világura lesz. És ezt most mindent elkövetek. Lehet csalni, Magyarország fejlődni fog, meg mindenféle. Nem egy szívbajos játék, tehát most például nagyon lassan telik az idő, tehát ilyen óránként. Itt az órákra lebontva lehet látni a világtörténelmet, és most így két másodpercenként megy egy óra. Így már azért jó, óránként lebontásnak. Pillanat.
Na, jól van. Hát akkor ez történt eddig. Benyomok én még egy-két dolgot. Például azt, hogy a production tabot azt szeretném én irányítani. Legyártjuk a kért hat testeket, miket szeretne a játék. Itt betolok egy gyors cheatet, mert ezt itt ki kell fejlesztenünk. Ezzel a kóddal egyből megépülnek a fejlesztések, tehát Magyarország annyira visszamaradott. Na, király, akkor ezt már ki is lehet kapcsolni. Oké, akkor most production tabot kell fejlesztenünk, most megjelent itt ez a technológiai szint. Gyorsan legyártunk egy nagy, ha nem is így gyártom le. Egészen konkrétan az történik, hogy szépen végigmegyünk Magyarországon, és fejlesztjük az infrastruktúrát nagy erőkkel emellett. Ezt így lehet megtenni. Elgyárasítjuk, fortresszeket építünk, tehát Magyarország kemény magját azt bevédjük nagyon durván. Oké, ezek ilyen megépítendő egységek. Gyárakat építünk a kijelölt régiókba, repülőtereket, Nagykanizsát is fejlesztem. És akkor most beírok egy olyat, hogy instant production. Ilyen nem működik. Így már jó. Most ugyanezt történik a termelékenységgel, tehát minden, amit termelek, az egyből megépül. Úgyhogy nem átallom elgyárasítani egész Magyarországot, tehát mindenhol marha durván menjen a fejlesztés. Az a baj, hogy ez a parancs, ez a kód, amit most alkalmaztam, ez mindenkire, tehát nem túl nagy előny, csalás, mert minden más játékos ugyanúgy instant tud egységeket gyártani, tehát ez globálisan érvényes. Azonban egy kicsit felpörgetjük a játékokat. Magyarországot jól az iparba lendítjük, tehát lesz értelme. Lesz munkahely. Védve lesz az egész, hát ezt itt szépen itt megkattintgatom, és akkor szépen elkezd automatikusan épülni. Dolog, fel is gyorsítom az időt, hogy ilyen 4-es sebességgel készüljön. Csomó háborút tervezek lefolytatni, tehát itt a környező országokat mind beolvasztjuk, és egy Magyarország szuperhatalmat hozunk létre. Na, Körmenden megépült az első gyár, mindjárt elkezd hatni. Production tab, mindent ráállítunk a termelésre. Tehát ide. És én kicsit még csalok, ha nem baj. Kicsit több nyersanyagra van szükségem, úgyhogy mindenből berakunk egy jó 100 000-et. Oké, és akkor van nyersanyag, nem kell feltétlen kereskednem a szomszédos népekkel, mindazonáltal megteszem, tehát kellene még itt is változtatnom egy nagyon picit. Ezt itt tegyük már ilyen normális méretűre itt eddig. Oké. Még le kell húznom pénzzel az angolokat, meg az amerikaiakat, meg a franciákat is. Tehát az a lényeg, hogy mindenki szállítsa a nyersanyagának a javarészét Magyarországra, hogy ne tudjanak belőle háborúzni Magyarországból, meg a világ összes nyersanyagából, csak Magyarország tudjon háborúzni. Ezt az elején még lehet játszani, de aztán nem hajlandóak elfogadni az ilyen ajánlatokat, még ilyen csalásosan sem. Hú, de jó sok ország van, vagy ilyen jó sok megye van itt Magyarországon, mindegyiket egyesével kell benyomogatni. Na most már épülnek. Itt látszik, hogy növekszik a gyártókapacitás. Egyre nagyobb mennyiségben tudom elkészíteni ezeket a gyárakat, erődítményeket. Történt valami random esemény, ez most nem fontos. Magyarországnak most semmi nem számít, tehát most legyőzhetetlenek vagyunk. Mindjárt építek egy kiadós hadsereget is. Hogy biztos minden stimmeljen. Aki ott szépen készülnek a dolgok. Cegléd is megvan.
Gyöngyös. Oda is védelmi berendezéseket építünk. Salgó tarjánba is gyárakat telepítünk, meg repteret, meg erődítményeket, ide is erődítményt rakunk, még többet. Fontos, hogy a külső országok ne tudjanak majd nagyon ránk támadni. Úgyhogy jól bevédekezek. Nagyon jó. Szívesen ráállítanám a technikát arra, hogy elkészüljenek a harckocsik is valamikor. Itt minden harckocsit ki kell fejleszteni egyszer. És akkor jó lesz. Oké, még ide is gyárakat kell építeni. Talán kb. Most annyi gyárat raktam le, mint amennyi Németországban van, tehát igazából nagy lemaradást kellene leküzdenünk, hogyha Európa vezető hatalmai közé szeretnénk emelkedni ebben az időszakban, de hát most ezt megtesszük, mert támogat minket a háttérhatalom. És hát a magyarság érdeke az most megéri ezt a szemérmetlen csalást. Kalandos. Kíváncsi vagyok, milyen az, amikor az egész térkép zöld. És ezt meg fogjuk tapasztalni, most mindent elkövetek. Mindenhova gyárakat, mindenhova. Minél több gyáram van, annál könnyebb legyártani a következő gyárakat, mert gyárakban gyártják a gyárakat. Ide is mindenfélét. Kisvárda. Oda is páncélokat építünk. Először Romániát fogjuk lezúzni csúnyán, hogy visszakapjuk a véletlen elszakadt területeket. Aztán Jugoszláviát és Ausztriát. Mindez pillanatokon belül, tehát ez nem lesz sokára. Fejlesztéseket, hát... Az a baj, hogy a fejlesztéseket is lehet gyorsítani, csak az a baj, hogy a többi ember is kifejlődik, és akkor nagyon véres háborúk alakulhatnak ki. Úgyhogy... fejlesztéseket, azokat nem végtelenítjük. Durván. 60-ban még nincsenek gyárak, az hogy lehet? Na hát egész Magyarország gyakorlatilag egy erődrendszeré alakult. Veszprémben is kellenek gyárak, persze. Nagyatádra is erődrendszert helyezünk. Meg gyárakat, persze, Szegedre. Szegeden se jön be a veszedelem, oda is erődrendszert építünk. Senki nem tud bejutni majd a határon. Tehát ez csak a magja. Csánocsha! Szóval ide is erődrendszer. Tehát Magyarország egy erődrendszer, és ezt nem lehet lezúzni majd soha. Lehet, hogy majd a határaink egyszer-kétszer összeomlanak, mert Oroszország ellen még csalva, és ezért kicsit nehéz az élet. De majd meglátjuk, mi lesz. Oké, itt minden készül, teljesen jó. Mindenhol csutkára van fejlesztve, amit érdemes. Még itt is. Tokaj! Megvédjük a szőlőinket tankcsapdákkal, meg aknamezőkkel, meg mindenféle erődrendszerrel. Hogy már. Jászberény, ott is ez is teljesen kimaradt. Mindent jól csutkára húzunk. Na, és akkor kb. Most van azon a szinten még itt is, ne? Hát milyen sok ország van, vagy országrész van itt. Most, kb. Most lehetünk olyan erősek, mint a németek így kezdésből. Oké, némi diplomáciai pont összegyűlt. Úgyhogy gyorsan a franciáktól is kérünk egy kis sarcot. Boldogan elfogadják a lehúzást, még meg is köszönik. Ó, mindenből kell, ez az. Nekem csak fizetnem kell érte, tehát ilyen százakat, hát ez nagyon sok pénz. És még Nagy-Britanniát is szeretném lehúzni, mert ők is szerintem gerjesztik a feszültséget Európában. Fú, csúnyán megadóztatom őket is, max adó. Kösz szépen. Pillanatokon belül jön a hirdetés, hogy elfogadták. Nézzük, hogy mindenki megfelelően fizeti-e a
az adóját. Németország okosan fizeti, Egyesült Királyság is, Szovjetunió is boldog, és Franciaország is. Még egy kicsit ezt a Franciaországot láttam ott. Igen, ott van Franciaország, kicsit még Olaszországot is megsarcoljuk, hogy nehogy már baj legyen. Fizes nekem adót. Oké, hogy kapnak pénzt. Úgy képzelem el egyébként, hogy olyan folyamatok játszódnak le ilyenkor, amikor ezt teszem, hogy semmilyen nyersanyaguk nincsen, tehát hiányuk lesz ezeknek a nagy országoknak, nem lesz nyersanyaguk, viszont rengeteg pénzük lesz, úgyhogy nem tehetnek egyebet, mint a kis országoktól vásárolnak majd nyersanyagot, akikhez szintén sok pénz kerül. Akik egyébként pedig szerintem majd tőlem akarnak vásárolni, mert államban minden. Tehát az a lényeg, hogy ez szerintem felzárkóztatja a kis országokat, ők is majd nagyobb súllyal nyomnak a latba majd a háborúban. Úgyhogy ezt vissza is adom, automata kereskedelmet. Ezt intézheted mostantól. Oké, épülnek a gyárak minden felé, és akkor nézzük, hogy milyen hadseregeket tudok létrehozni. Könyvharckocsikat. Ebből legyártunk egy jó nagy karéjjal, tehát eleget. Amennyire futja az ember emberi erőforrásokból, először könyvharckocsikkal fogunk tolni. Ez rengeteg, tehát ez ilyen 100x106 test, vagy nem tudom. Tehát ez nagyon sok. Mindegy, ezt beraktuk készülni, ez ilyen sok. Tehát ez ennyi darab páncélos hadosztály. Könnyű páncélos. Toljunk durva infantrikat is. Infantri az legyen kemény arc, abból is jó sokat. Ez, itt látszik egyébként az, hogy a hadsereg méret az nagyon függ az emberi erőforrástól, és mivel most ez kevés, úgyhogy megint egy kicsit kérünk az Istentől. Magyarországnak Isten jó szívűen odaadja az 1000 embert. Magyarország megköszön és legyárt egy orbitálisan nagy hadsereget. Miért vagyok képtelen? Túl sokat vállaltam? Ja. Oké. Okay. Megint elfogyott 1000 ember a hadseregre, nem baj az, még egy ezrest. Tehát fontos, hogy azért Magyarország hadserege legyen a legnagyobb, tehát azért tudjam igazgatni Európa ügyeit. Na Istenem, az egér görgöm haldoklik nagyon. Oké, Magyarország tiszta erőd, még itt valami van. Itt nincs erődrendszer itt Békés Csabában. Hát rakunk! Repteret is oda, kettőt! Meg gyárakat mindenfelé. Sok gyár legyen. Egyébként nem teljesen értelmetlen az, amit csinálok, mert nagyon sok mindent megtanultam így a csalás alatt már most a játékról, hogy működik. Meg a seregeknek a vezénylését. Mindjárt ellepik Magyarországot a hadseregek, ahogy végtelen gyorsan elkezdenek készülni. És akkor szépen beállítok minden határszakaszra egy hadsereget, hogy védje. Emellett. Olyat is lehet csinálni, itt vannak a fő hadseregek, és meg lehet rendelni ilyen. Meg lehet rendelni a tábornokok által javasolt ilyen offenzívákhoz csapatokat. De most nem tudom, miért nem lehet ezeket bejelölni. Tele vagyunk cash-sel. Jó, még mindenki fizeti a sarcot keményen. Nézzük, hogy néz ki egyébként most ilyenkor a piac. Tehát Európában nézzük, hogy kinek van a legtöbb. Németországnak még így is rohadt nagy energiái vannak, meg Oroszországnak is. Lecsatolunk tőlük még egy keveset. Most csak energiát, hogy ne legyen nekik energiájuk olyan sok. Mennyi erőművük lehet? Passzolját nekem még egy 50-est abból, a nagyon sokból a Németország köz. Már így is ilyen 145-ökkel gyűlik nekem az energia, nem baj. Oké, a többi ország az kb. Csődbe van, tehát gyakorlatilag nincs semmiük. Szupliuk az van. Ki vannak zsigerelve, talán nem fognak tudni olyan gyorsan fejlődni. Hagyjuk inkább. Kicsit eloszlatjuk a határon az embereket, ezt automatikusan fogom intézni, mindent automatikusan fogok intézni.
Igazából rábízom a számítógépre, hogy leszimulálja azt, hogy mi történne, ha Magyarország lenne a világura. Most szépen szétszórja a kijelölt határszakaszon a tankjaimat, meg az új egységeimet. Ezeket szépen berendezem majd egy kupacba, vagy külön hadseregekre osztom majd. Nagyszerű. Még azért egy-két dolgot. Artilleriből... Artilleriket szerválunk. Toljunk rendőr antitankos bizbaszékat. Antitankos, ilyen mindenfélét. Armored car, infantry is legyen benne. Ebből is legyártunk jó sokat. Ez hatalmas hadsereget gyúrok most össze semmiből. Oké. Még ezeket a repülőket is megépítem, amiket kér a sereg. Itt valamiért még mindig nem lehet építeni ilyeneket. Teljesen mindegy, hagyjuk. Oké, akkor most visszaadom a kontrollt teljesen a mindenhova ide a AI-nak, tehát minden legyen AI irányította, majd szépen itt megoldja. Production-t is visszaadom neki. Politika az sosem kaptam meg. Tartunk viccből egy ilyen választást. Hopp, ez a helyzet. Jó, egységes Magyarország. Tolunk egy ilyet, hogy no neutrality. És innentől kezdve, hogy ezt beírtam ezt a kódot, Magyarország egységes, és támadhatunk bárkit. Ja, még tolok officert, mert nagyon, itt azt mutatja ez a kis szám, ami itt nagyon piros, hogy nagyon kevés a hadsereghez képest a tiszt. Úgyhogy toljunk sok tisztet a térképre. Mondjuk egy olyan 10.000 darab tisztet kérek szépen. Jöhet még egy 10.000-es mennyiségű vezető, gyakorlatilag az egész hadsereg tisztekből áll. De nagyon lassan nő, nagyon, ennyi embert nagyon sok tiszttel lehet csak irányítani, mondjuk menjünk azért olyan 70% fölé. Jó, 85 is megteszi. Oké. És akkor toljuk a következőt. Azt mondja, hogy van hozzávetőleg 4 ellenségünk, akkor 4 hadsereget kell szervezni. Megpróbálok egy jó kupac embert létrehozni mindegyik frontra. Először is kérjük meg azt, hogy ezt is szedjük le, meg ezt, ez ellen is kell tervezni, meg az ellen is, meg az ellen is. Hívni. Itt random egy ilyen errefelé is. Oké, most a mesterséges intelligencia okosan az offenzívának megfelelően megosztja a seregeimet, és elrendezi őket a határnál, ezt megvárjuk. Szépen fogjuk az egész határt. Még egy csomó egység úton van, tehát most fognak, hopp, elfogyott az ember. Még egy 1000 embert importálunk Magyarországra. Tiszta magyar vérrel kell feltölteni Európát. De nem úgy, hogy kívül, hogy a földön, hanem így az emberekben, tehát lelki erő, meg ilyenek. Oké, szépen jönnek kifelé az egységek, minden elkészült, akkor ki is nyomjuk ezt a... ezt az instant. Erre nincs szükség továbbiakban. Remélem az instant research az igen ki van tolva. Nézzük, hogy minden egység elhelyezkedette már a helyén. Még fontos megfigyelni azt, hogy még mindig csak 1936-ot írunk, tehát a világháború, amikor Németország betámadja Lengyelországot, az még 3 évnyire van, tehát még azért bőven van idő. De mire ez megtörténik, addigra már Magyarországnak nagy Magyarország állapotban kell lennie. Ez lenne a cél. Na úgy látom, szépen megtörtént a seregek elosztása. Nem nagyon ficánkolnak már a seregek, hanem felvették az állást. Hová? Hatalmas nagy seregekről lehet itt dönteni. Oké. És akkor most szépen mindenkit lesz
leállítunk, tehát mindenki fel van oszlatva, tehát most nincsen egy konkrét nagy hadsereg, és akkor szépen elosztjuk, ami van. Ez a csapatka itt. Így. Létrehozzuk, ez lesz az Ausztria hadtest. Oké. Okay. Az erőforrásaidat ebből a régióból kell fedezned. Jó, reméljük ez elég lesz. Rendben. Mesterséges intelligencia. Blitzkrieg. Légvédelmet használhatsz támadólag, még hogyha lenne flotta, akkor azt is. És akkor ezt a frontot kell védeni. Sajnos nincs felderítésünk, de ezt a várost el kell foglalni, emellett ezt a légelhárítósat is, ezt a repteret is, és el kell foglalni itt az egészet. Meg ott is, meg itt is, mindent foglaljatok el. Ez a ti feladatok. Feladatotok. Oké? Oké, szépen mozgolódnak. És akkor megvan. Akkor legyen egy ilyen északi rész is itt. Mondjuk ennyi. Ti lesztek cseh. Cseh hadtest. Nektek azt mondom. Na mi a szar van? Felfogtátok? Igen. Cseh hadtest, akik Magyarországnak ezen régióit használhatják. Ilyen mindenfélére. Blitzkrieg állapotban légvédelmet, vagy légi csapást használva átszervezéssel mindent megtehettek. Foglaljátok el Prágát, meg az ilyen kis random helyeket. Próbáljátok itt középen támadni. Ezt is az ilyen beteg dolgokat foglaljátok el, ez lesz a ti feladatotok. Oké? Következő. Nagyjából ez. Meg még talán még itt egy ennyi. Pécs HQ, nem rossz. Nem rossz, de ti lesztek a román. Román elleni hadjárat. Fő cuccosai. Oké, ti ezeket a megyéket mind gond nélkül használhatjátok. Oké. Stratégia az legyen az, hogy Blitzkrieg újra szervezhetitek magatokat. És a többi mindent használtok. Bukarestet elfoglaljuk meg az ilyen nagyobb településeket, mint ezek itt. Kicsit így a határok felé is elmegyünk. És a persze így végéig kiszorítjuk őket. Oké, és akkor már csak a jugoszláv feladatotok, ja. És akkor már csak a Jugoszlávia kérdésében kell nagy döntéseket hozni. Ezt a sereget itt mind megkapja Jugoszlávia az arcába. Jugoszláv hadtest. Kész. Ti birtokolhatjátok Magyarország alját. És akkor innen tudtok szuplit szerezni, meg mindenféle ilyen kacatok, ami kell. Így. Oké, teljesen megtehetitek azt, hogy újra szervezitek magatokat, Blitzkrieg földön Blitzkrieg taktikát válasszatok, és undorítóan szedjétek szét az ilyen nagy városokat, és alakítsátok vissza Nagy Magyarországot. Oké, nézzük meg, hogy az új hadseregeknek vannak-e valami különleges kéréseik. Még egy kicsit itt hagyjuk őket szerveződni. Szépen átalakítgatják magukat.
Nézzük meg, hogy igazából mekkora seregekről döntöttem most, mert most oké, akkor ezek szépen fel vannak fújva, tehát ezek nem csak ilyen kis lapos dolgok, hanem igen, csak komoly seregek ezek. Nem kifejezetten erősek, de az talán nem is baj, mert sokan vagyunk. Még főleg az ellenség nem is ismert, tehát lehet, hogy kb. Ugyanolyan szinten vagyunk, mint a többiek. Jó ember az van. Nézzük még egyszer a seregeket. Kettes hadsereg az nem is készült el. Budapest HQ az nem fontos. Ausztriai hadtest az kér két repülőt. Építsük meg a két repülőt neki. Cseh hadtest, ő is repülőgépet szeretne. Megkapja. Román hadtest kér még egy páncélos hadosztályt, kap majd többet is. Lehet. De hát a román hadtest az úgy tűnik önmagában elég erős. Megkapta. Jugoszláv hadtestő nem nyújtott be kérvényt, hogy kéne neki még utánpótlás. Ja, hát azért legyártok ilyen kis tartalékot. Á, még itt egy csomó minden van. Adjad az irányítást, ember, kösz. Még egy utolsó, egy biztonsági manpowert azért lehívok, ha nem baj. Nehogy már elfogyunk csata közben. Meg egy kicsit még... give me all. Ha. Ez még egy ilyen kis háború előtti kis finomság, azért nem árt egy kis utolsó pénzlöket, hogy legyen. Háborút a pénz hajtja. Úgyhogy nem fogyhat ki. Ja, és igen, leszerettem volna még hívni egy-két dolgot, hát nincsenek túl sok. Mondjuk hívjunk egy, le egy ilyen pár vegyeset, tehát be van egy kis tank, kis páncélozott autó, kis karvaj, kis infantri. Mi a szar ez a kavai? Kavalri, vagy nem tudom mi. Artillerit is tudnék rakni bele, az tök jó volna. Ezt nem tesszük bele, akkor teszünk bele artillerit. És akkor ebből legyártunk egy elég nagy mennyiséget. Jó. Még ezt gyorsan megvárom, oké? Ez a tartalék. Tartalékot még gyorsan legyártatjuk. Épülnek. Jó. Oké, még reptereket épít az mesterséges intelligencia, de ez nem fontos. És akkor most ezt kinyomhatjuk, ugye? Kinyomtuk. Nagyszerű! Elmentem a játékot. Mert miért ne? Itt ilyen neveket adtam már, tehát azért már elpróbáltam egyszer ezt a világuralmat. Lovasság! Aha. Hát igen, itt még azért világháború előtt a lengyelek azok még tolták a lovasságot, amikor ott lezúzták őket, de lényegtelen. Na, hát akkor kezdjünk háborúzni, szerintem. Én abszolút mindent a számítógépre hagyok, tehát én nem akarok semmiben se részt venni. De most itt csúnyán lezúzzuk őket, románékat. Elfoglalni az egész területet, tehát nem az, hogy kis bábállamot, meg mindenféle, hanem ez magyar területté avanzsálódik. Megtesszük. És valós időben. Oké, elkezdődött a harc. Most, hogy kitört a háború, megindultak a hadtestek. Gondosan ügyeltem arra, hogy ugye mindegyik fel van itt szépen osztva, tehát csak a román hadtest indul el. Úgy tűnik, hogy románok nem is számítottak támadásra, hiszen a határok mellett nincs semmi extra védelmi erő. Kicsit gyorsítsunk. Na, kösse fel a nacit, Románia! Lássuk, mi történik. Csehszlovákia transit rájtokat kér. Ja, hát nem lényeges, tehát most nem nagyon akarok kereskedni. Igenek, hopp, megint kevés a hadvezér. Ha, csináljunk már még keveset.
Jó van. Így jó. Így már azért céltudatosabban mozognak azért a seregeim, szerintem. Szerintem ez arra való. Mármint amikor ez a szám nagyon kicsi, akkor össze-vissza mozognak a seregek. Abszolút nem azt teszik, amit kell. Na, ez egy szép látvány, amikor elkezd Magyarország növekedni. Ezt vérszarva lehet átélni. Nagyon-nagyon nehéz egyébként Magyarországot kirángatni a szarból, amikor elkezdődik ez az időszak. Tehát becsszó kijátszottam ezt a magyar dolgot rendesen is, de nem sok sikerrel. Tehát most látványosabb sikereket fogunk elérni, remélhetőleg. Hát, Magyarországé lesz a világ. Szépen telik az idő, román hadsereg fejvesztve menekül, könnyű páncélos hadosztályok meg gyalogos hadseregek törnek előre, most valamiért, mintha megállt volna itt a front. Mi a szar van? Mozogtok? Lehet, hogy várják, hogy hátvéd megérkezzen. Háború közben erre kell figyelni nagyon, hogy nagyon-nagyon sok utánpótlást kell gyártani, ugye ezért nehéz is háborúzni. Tehát itt a szupli az nagyon keményen fogy, pláne egy ekkora seregnél, ez annál jobban fogy, minél nagyobb a sereged. És ha ez elfogy, akkor a seregek megállnak, nem tudnak mozogni, meg mindenféle katasztrófa van. Másik pedig ez, az olaj. Az olaj. Na, gyorsabban sereg. Mozgás van. Hadd nézzem csak, mit csinálnak a vezetők. Mozduljatok előrébb, szépen. Kis bombázás van rajtunk sajnos. Kis bombázás van itt errefelé. Nem tudom, miért nem mozog az egész sereg mindenfelé. Ti mik vagytok itt? Ti tartozzatok már léci a... Mi? Tartozzatok már léci a... Románékhoz, ti is. Román hadtest, hol van az? Hogy kell itt normálisan beállítani a dolgokat? Kikapcsoltam őket, berakom egy új seregbe, ezt a sereget alárendeljük a román hadtestnek, na végre. És akkor most szépen elindulnak ők is, ti is. Román hadtestbe veletek? Irány harcolni. És a román hadtest akkor megint újra szervezheti magát, sajnos. Jó. De legalább most megindult a támadás rendesen. Oké. Csak ennyit szerettem volna. Sajnos ez idő alatt a kis kihagyásra itt a románok felszaporodtak nagyon. De remélhetőleg nem lesz baj. Talán még ezt a sereget is rátolom a románokra. És mi a szar ez? Menjetek a... román hadtestba. Mondom, menjetek a román hadtestba bele. Román hadtest, ott van. Kicsit kaotikusan működik ez a rendszer, tehát annyi gomb van itt, hogy belezavarodik az ember, belezavarodtam. És akkor megint újra szervezzük a román hadsereget. Így. Nyugodtan. Tetszés szerint eloszthatja itt a határon az embereket, meg át csoportosíthatja őket. Leghatékonyabban. Az AI azt tudja, hogy kell harcolni. Ő mindent jól tud. Jól van. Igazából, ha nagy császár lennék, akkor párhuzamosan is lezúzhatnám őket. Szerintem bőven le tudnám zúzni még a... jugoszlávokat is. Ebből. De ti miért nem indultok meg? Ti is tartozzatok már mind a helyetekre. Debrecen HQ, az nem jó. Várjál csak. Ti mindannyian... tök rossz gombot nyomogatok.
ti mindannyian megint tök rá csesztem itt a dolgokat. Kapcsolódjatok már valamihez. Na mindegy, akkor új hadsereg, vagy új ilyen cuccot hozunk nektek létre, de aztán most már legyen jó nektek minden. Oké, és akkor ti vagytok az új román hadtest. Sima támadásos bizbasz. Nem tudom, teljesen véletlenszerű, amit talak most. De legalább most egységesen vannak, tehát most mindenki rendesen mozog. Hát itt most eléggé felszaporodott a shit, tehát most itt elég sok retek van, de ezek mind ilyen véletlenül vannak. Vagy lehet, hogy nem tudom, hogyan kell kitörölni őket. Például ez itt. Nem tudom, hogy lehet őket felszámolni. Na mindegy, gyorsítsunk az időn, menjünk, ez most már nagyon gyors idő, tehát pillanatok alatt mennek le itt a napok. Elég nagy hadsereg van itt most már. És úgy nézem, hogy kicsit megyünk visszafelé is. Tehát nem nagyon haladunk előre. Na ott volt egy kis áttörés azért szerencsére. És ez megbontotta, elég durván megbontotta ez a román ellenállást. Egyébként Romániát még így a kezdettől fogva jól fejlődve le lehet zúzni, mert elég csíra ország. Tehát simán, hogyha egy kicsit rágyúr az ember, akkor legális módon is a Romániát be lehet húzni. Sőbe. Még mindig nem látszik az, hogy milyen típusú egységekkel harcol az ellenfél. Mint hogy milyen erősségűek az enyém 2-2-es tankok. Jó. Production tab. Picit ezt átveszem, jó? Aj. Upgrade-ekre többet költünk most, meg az utánpótlásra is többet költünk. Meg az ilyenekre is többet költünk. Tehát most feltétlenül nem kell rohadtú reptereket gyártani, de azért kösz a lelkesedésért. Most a seregre egy kicsit többet költünk, sokkal. Oké, mehetünk vissza gyors időre. Jó, eddig megteszi. Itt még ez a két hadtest igazán megindulhatna arra, de inkább nem zargatom őket, hogy pihenjenek. Na végre, most támadnak. Jó, szépen Magyarország terjed. Ez a terület ez már több, mint amit a németektől remélhetünk. Ugye ők csatolják vissza Magyarországhoz ezt a kis nyúlványt. De most ez már sokkal nagyobb. És hát ja. Nem úgy néz ki, mint hogyha a románok most hirtelen megállt parancsolnának a magyar előrenyomulásnak. Most jól az orrára koppintunk majd az Európai Uniónak, mert egész életünkben védtük Magyarországgal az európai nemzeteket, az ilyen törököktől, meg tatároktól, meg mindenkitől. Aztán ezt kaptuk. Lezúztak csúnyán, és egy ilyen pici országba taszítottak vissza. Na most visszaszerezzük. Többet. Románia összeomlani látszik. Abszolút. Itt valami nagyon könyörög nekem Csehország, de majd ő lesz a következő. 1930 decembere van, tél van. Még meg is lehet nézni azt, milyen időjárási viszonyok között megy a harc. Hát egy szép idő van. Na mindegy. Ja, alázzuk a románokat. Itt van egy eléggé infrastruktúrával. Hopp, infrastruktúrát, ezt nem is fejlesztettem Magyarországon. Jó,
Jó, mondjuk azért itt Magyarország az nagyon fejlett infrastruktúra szempontjából, tehát nem nagy probléma. Ez király. Románia az kicsit gányabb, tehát itt azért vannak olyan tartományok, ahol nincs is út, tehát ilyen földút van mindenfelé. Magyarországon akárha rákattintok a gombra, ott az infrastruktúrával nincs igazából soha semmi baj. Tök fejlettek vagyunk röviden. Még a környező országokhoz képest is. Magyarország igazából nem is olyan rossz. Infrastruktúra szempontjából a rengeteg autópálya van már most. Ebben az időszakban is, cheat nélkül is. Na, kicsit pörgessük fel, mert nagyon meguntam már, ahogy így halátusáját látom Oroszország vagy Romániának. Innentől kezdve instant határosok vagyunk az oroszokkal is, tehát konkrétan egy orosz ellenes hadsereget is fenn kell majd tartani. Kicsit megtorpant az előre nyomulás, nézzük csak, hogy jók az értékek. HQ, ha szaladjatok már. Annyi dolog van még itt. Partig! Nyomjátok a tengerbe a románokat! Na? Mindig light harckocsikkal harcolunk. Most így nézzük meg, hogy a technológiában mi a pálya. Tehát például mennyi technológiát tudunk tolni? Hogy lehet ezt növelni, ezt a research értéket? Arra lennék főleg kíváncsi. Distribution of leadership. Ez tök jó. Erre kéne rájönni, hogy ezt olyan kell konkrétan növelni, hogy többet tudjak fejlődni, mert hiába a nagy gyártókapacitás meg minden, ha egyszerűen nem fejlődök ki, akkor nem lesznek jó tankjaim. És itt már ilyen elég jó cuccok vannak. De például még közepes harckocsikat nem is tudok gyártani. Németország pedig ebbe jóval előrébb van, tehát ők már médium harckocsiktól kezdve mindent tolnak. Már a háború elejétől fogva. Hopp, kifogytam teljesen anyagilag, az milyen szar. Sok energiát felzabált ez a háború, hát de hát pótolni kell. Ha, tjá, Kinga! Hát igen, ez a helyzet. De azért megoldottuk, ahogy ez van. Úgyhogy itt minden rendben alakul. Még mindig azért kicsit erőlködnek ott, románék. De már mindjárt elpukkannak. És akkor meg lesz. Kicsit egyébként fogytán van az ember, tehát más már minden ember gyakorlatilag a hadseregben van. Ilyen civilek már igazából nem is nagyon vannak Magyarországon, de nem baj. Fő az igazságszolgáltatás, itt már a supply-jal is probléma van kicsit. Ugye Romániában elég fosak az utak. Itt most pont rákatintottam egy olyan helyre, ahol tök király az infrastruktúra, de itt is anyád. Ez ilyen beteg. Magyarországhoz kapcsolódik, és egyből jobb az infrastruktúra, ez hogy lehet ez? Itt még ilyen tök fos, vagy mi ez? Nem ismerem, azért nem írja ki. Mindegy. Itt akadozik itt az utánpótlás forrás. Talán, hogyha ezt itt megadom nekik, hogy fejleszthetnek, meg mindenféle, akkor talán ez megszűnik. Nagyon gyenge a hadtápvonal. Nem tudom ezt egyébként, hogy ez miért van. Talán, hogyha növelem a rá első részt. Így javul. Nem tudom. De mindegy, románok el vannak nyomva. Elnyomtuk őket, mint a tücsköt. És akkor most szépen lassan, mindjárt feladják szerintem. Pillanatokon belül még azért nagyon erőlködnek, még itt azért, mintha offenzívákat indítanának. Megpróbálják megtámadni ezeket a nagyon magas toronyoszlopokat itt. Nézzük, kik vannak itt, nincs vezető.
Sehol nincs vezető, tehát ilyen... Na, itt van egy vezető random. Nagy V. Nagy V vezeti ezeket a dolgokat. Vagy lehet, hogy rohadtul nem, mert ez nem tudom mit. Miért ez van kijelölve amúgy? Lényegtelen. Na, itt is van valaki. Vert. Ő a király. Kitüntetem kicsit, kap egy kis csillagot, hogy ügyes volt. Piros pontot. Még egyet. Szépen lehozta ezt a román hadjáratot. Elég rövid idő alatt, még mindig... Na most már március van, 1937-ben. Szépen vonulnak vissza a maradék seregek is. Most már. Kicsit még rágyorsítok az időre, mert most megindul egy kicsit a front, azaz. És az egyik hadsereg elérte Bukarest határát, két oldalról is, tankok vették körbe Bukarestet. A hadsereg megpróbál Jugoszlávia felé menekülni itt, vagy nem tudom, mit vállalnak. De itt pillanatokon belül... Erdélyben sokkal jobb, mert... Ja, hát igen, lehet. De itt, tehát itt az elfoglalt területeken is sokkal jobbá vált az infrastruktúra. Például itt pedig még, hol nincs magyar, ott még szarabb. Ez mi ez? Infrastruktúra, nem tudom. Nézzük meg a németeknél, hogy ott mi van. Hát pedig itt is elméletileg nagy az infrastruktúra. Itt valamit szarul jelez ki, tehát nem jelzi ki rendesen, amíg nem jártam ott. Na mindegy. Akkor lehet, hogy ez... Van rendes útjuk románoknak itt. Lehet, hogy tévedtem, de... De azért láttam már képeket az interneten, hogy akkora kátyuk vannak, mint egész Románia. Na, történjen már valami, Bukarest ellenáll. Tehát már körbevettük majdnem teljesen. A sereg elkezdett kimenekülni. Gyorsan bekerítem. Rendben. Pillanatokon belül bekerítjük őket. Cseh. Vége. Másodpercek kérdés, hogy feladják. Még az is lehet, hogy átmenekítik a fővárost máshova, de... Ez már csak halogatás. Kicsit gyorsítsunk, mindjárt feladják, úgyis pillanatokon belül. 3, 2, 1... 1... Hopp, azt hittem, hogy ez az. Veteránosítottak egy hadsereget, ez tök jó. Hopp, és Németország vagy mi a szar ez? Románia teljesen elpukkan. Már csak 3 tartomány... van meghódítatlanul. Egyik mindjárt elesik, itt ilyen hatalmas nagy 88%-os sikerrel lejátszódó offenzívát hajtunk végre éppen. Itt viszont nem, tehát lehet, hogy ezt itt behúzzák, de... Na, mégse. Hopp, meghaltak. Viszont Bukarest az még mindig megvan. Ezt adjátok csak nekem. Minden irányból megtámadjuk ezt a várost itt azonnal. És már legyen vége ennek a harca cárénak. Bucur... Mi? Bucuresti. Gyere, lesik. Eddig jól ellenáll. Hát egy hatalmas nagy erődrendszer van itt. Meg mindenféle. Úgy látom, hogy mi a szar van. Ez már harcol. Kb. Aha, nyerésre állunk. Simán behozzuk ezt a várost.
Kicsit felgyorsítom, hogy megtörténjen. Hopp, és kész is van. Románia kapitulált, elfoglaltuk egész Romániát, és akkor így néz ki most a világ, Magyarország egy ekkora terület. Ideje ezt a sereget átnevezni. Rakjuk be őket Jugoszláv 2-be. Oké, okay. Megkapjátok a felügyeletet. Ez maradhat, maradhat tök jól. Legyetek rohadt agresszívak. Így inni. Így. Legyetek rohadt agresszívak, mesterséges intelligencia legyen. Attacking. Légicsapásokat lehet tolni. Most már van tengerpartunk, tehát mehet akár hajótámadás is közben. Fő célpont az Belgrád, Szófia, ilyenek. Hát az ilyen szokásos cuccok. Rögtön kimutatta azt, hogy itt a határ mellett a mi seregünk mérete jóval nagyobb, mint az ellensége, hát ez tök jó hallani. Gyorsan várunk egy kis időt, hogy Magyarország felsorakozzon az újabb ütközethez. Megteszitek? Orosz határa, nem tudom miért mentek ilyen sokan. Gyertek csak. Hadd nézzem csak, hová tartoztak ti. Menjetek csak bele a Jugoszláv 2-be, kösz. Jugoszláv 2 pedig megkapja a jogot, hogy átcsoportosítson. Helyes, áthúzta így a parancsnokságokat. És miért? Miért feszítitek így a határt? Oroszország felé nincs is ott semmi szempont. Csak ide koncentráljatok, most mi ez? Jugoszláv hadsereg, ne ezt csináljátok. Jó, kussoljatok. Melyik a fő HQ? Ez itt. Jugoszláv hadsereg. Ezt megteheted. És mi a célkitűzésed? Ez a határ. Meg ezek. Jó. Húzzátok csak át onnan a seregeket, mindenkit. Megindulnak. Megpróbálom még egyszer berakni őket, nem tudom miért nem jön össze. Jugoszláv 2, menjetek bele Jugoszláv 2-be, és... akkor mi van? Miért nem mocorognak át a határa vajon? Nem vállalják? Attacking stánc van, mindenféle ilyen, és ezeket a célpontokat erősítsétek. Elkezdődött a spanyol polgárháború 1937 akárhányadikán. Teljesen lényegtelen, telibe szarom a spanyolokat. Azt mondjátok, hogy mit csináltok itt, kollégák? Miért nem vagytok becsatlakozva egy ilyen helyre például? Most már remélem ott vagytok. Jugoszláv parancsnokság alatt. Na, gyorsan-gyorsan szaladjatok át a túloldalra végre. Itt is lazsálnak ilyen kis parasztok, mit vállaltok ti? Ezeket is. Megint valami elcsesződött, nem á? Ti mindannyian.
tudtam beosztani ezt a HQ-t a jugoszláv csapatba. Tökre nem jön össze. Na jó, kezdjük előről. Kezdjük legelőről. Ezek az emberek itt mind. Inkább. Lelassítom az időt, hogy ne legyen para. Mindenki független, oké? Okay? Mindenki független, és most benevezünk mindenkit az alá a sereg alá. Ez lesz a Jugoszláv 2. Oké. Okay. Ti birtokoljátok ezeket az erőforrásokat. Emellett Attacking. Ezek a szempontok nektek. Nagy városok Jugoszláviában. És át is tudjátok szervezni magatokat, és akkor most gyorsan rendeződjetek oda a határa, léci. Oké. Ez már olyan, amit szeretek látni. Megint kifogytunk az energiából. Mi a pék van? Ki nem fizeti a tartozásait? Pedig mennyi energiát lopok már a többiektől? Na, akkor gyorsan kitolunk pár diplomáciai megállapodást. Nem tudom. És miért nem tudok ilyen cuccokat csinálni? Ja, nincs ilyen, nem oké. Oké. Gyorsan csinálunk diplomáciai kapcsolatokat, hogy tudja a kis kereskedelmet tolni, addig tolunk egy kis sok pénzt nekem. Nagy már baj legyen. Istennel hazáér. Supply gondok vannak amúgy is. Nagyon kicsit. Az emberek is kicsit fagynak, ugye az utánpótlás miatt a meghalt embereket ugye fel kell tölteni. Néhány száz ember meghalt a román elleni háborúban. Na hát ne is húzzuk tovább az időt, szerintem már bőven felkészültek itt az emberek, szép nagy tornyok vannak. Megvárom, ami megszűnik ez a ellátmány probléma. Hadd nézzem csak ezt. Ti megkapjátok ezt a csillagot. Jó, rendeződjetek már szépen. Itt valami nagyon nem stimmel az utakkal, hogy ilyen supply gondok vannak mindenhol. Na mindegy, nekem ennyi elég szerintem. Magyarság az nehéz helyzetben is tud nagyot alkotni, úgyhogy akkor rohanjuk le egész Jugoszláviát, elfoglaljuk. Nézzük, mi történik. Ugye itt jugoszláv hadseregek is vannak, ők is lehet, hogy azonnal megindulnak, de igazából most már főleg a román, korábbi román hadseregre számítok a legjobban. Elkezdődtek magyar bombázások ebben a tartományban. Így gyakorlatilag minimális védelem van a határon, tehát ilyen egy-egy hadosztályocska van. Hát ezt ilyen több tíz tucatnyi hadosztályjal támadom meg, tehát nyilván visszavonulnak. Nagyon jól teszik, nem kell konfrontálódni, adják csak oda az egészet. Kicsit így össze-vissza mennek itt az emberek, ezt nem tudom mire vélni. Például oda minek mentek határt védeni, most mondjátok meg. És minek? Kik ezek? Jugoszláv hadsereg, de minek mentek oda? Te például ki a pék vagy itt? 15. hadsereg. Ez itt. De te mit csinálsz itt például? Te gyere át ide, ha lehet. Nem is tudom irányítani valami okból kifolyólag. Nagyon küzd ott a határnál. Na mindegy, lényegtelen. Hogyha így is áttörünk, akkor nekem jó, csak legyen már jó. Nem akarom személyesen intézni az offenzívát. Kicsit gyorsítsunk, hogy történjenek események. Lássuk, hogy hogy alakul így a háború. Te elkezdtünk áttörni, ez nagyon jó. Könnyű páncélos hadosztályok mennek elől. Szépen jönnek ide a seregek, most már teljesen jól látható, és elkezdtük Jugoszláviát is
leolvasztani. Magyarország szép nagy, most már igazi nagyhatalom formája kezd kialakulni. Van valami tök random esemény, amit tök mindegy nekem. Hát igazából ellenállás nélkül haladunk Jugoszláviában is. Még nem is szabad nagyon másra számítani, hiszen ezek csíra országok, tehát érdekes dolgok majd Németország ellen, meg Oroszország ellen lesznek, hogyha majd eljutunk odáig. De a világháborút azt hagyom, hogy elkezdődjön, tehát majd én ott csillapítom a feszültségeket. Tehát ha látom, hogy nagyon összefeszül Németország, meg mit tudom én, Franciaország, akkor bekukkantunk Francia. Ja, egyébként ezt elfelejtettem mondani, hogy nekem tetszik ez a csizma. Tehát ez tök poén szerintem, hogy földön van egy ilyen csizma így random elrejtve. Úgyhogy szeretném, hogyha a csizma Magyarország lenne, ez egy magyar csizma legyen. Úgyhogy nyilván Olaszországot, amúgy sem bírom az olaszokat. Olaszokat lezúzzuk nagyon. Megszerezzük. Elkezdett gyarapodni a diplomáciai képességem, csak ez a gyökér itt állandóan lehúzza a diplomáciámat. Ezt add vissza nekem, ennyit. Officer képzést szüntessük meg, ezt nem kell. Helyette képezzünk diplomatákat, kémkedni se nagyon kell. Helyette fejleszünk csutkára a fejlesztést, és még a kémkedésre is, vagy a kis cuccra is jut. Fejlesszük ki a közepes harckocsit. Mi a szar ez itt? Antitank, barel, akármi, akadály talán. Fejlesztjük a gyalogságot, ahol lehet. Például a hegyi alakulatok, hegyek azok, tehát hogy ne legyen többé probléma a hegyekkel, ezt is kifejlesztem. Most már azért van valami kapacitás a Magyarországnak, tehát azért ezt elég sok mindent tudunk itt egyszer fejleszteni. Közben jól alakul a háború, hogy is történhetne másképp, ilyen előnyökkel. Azért, hogyha Magyarország felszívja magát, akkor azért oda teszi magát. Csak az a baj, hogy kevesen vagyunk. Több kéne a magyarból, sokkal több. Gyorsítsunk, szinte már unatkozom. Hadd lássam szépen előre törni itt a frontot. Vannak még ilyen kis beszögellések, itt nagyon tartja magát egy-két helyen a jugoszláv. Adsz ezt a tankot? Hadd menjek már be ide. Ezt vágjuk gyorsan el ezt az utat. Ezt a tankot is kérem. Ezt foglaljuk el gyorsan, ezt bezárjuk őket. Akkor megszűnik, most menekülnek kifelé, csírák, miért nem mentek gyorsabban? Sokkal korábban be kellett volna itt zárni őket. És már késő. Nem húzunk nagyot. Ebből a kelepcéből. Hú, itt egyébként van egy fő hákú. Tehát ez egy ilyen rohadt nagy hákú itt, tehát ez irányítja itt az egész hadseregeket, ezt meg kéne bénítani. Kapjátok már a hákút, ti. Ti is, adsz ezt a tankot, menjetek, vágjatok ide a hákú elé. Jól van. Rajta ütöttünk a hákú, még menekülnek azért, de most már hákú Magyarországon van, tehát itt össze fogom nézni az egész sereg. Még ez lehet, hogy itt tartja magát egy kicsit, de ezzel a hákúval itt elég nagyot bukik. Sajnos. A védekező. Itt is már bajban van a hákú, tehát ő menekül vissza. Elég kéne vágni. Kövessétek őket. Ja, hát Jugoszláviára ennyit, hát ők még pudingabbak voltak, mint az a románok. Tehát elég kis csíra népség, de nem baj. Nem baj.
Na, hadd nézzem meg a határidő naplomat, ki lesz a következő áldozat. Hát, sajnos. Úgy nézem, hogy Ausztria. Ausztria van soron. Ausztriát is Magyarországhoz kell kapcsolni. Nyomás, nyomás. Kicsit még gyorsítok az időn, jó, hogy Jugoszlávia elkészüljön. Kész is van. Na várjátok, tolok egy teljes átszervezés, két sereget fogok irányítani, mert többre nem vagyok hajlandó, meg képes. És ezek a déliek. Ti pedig itt lesztek. Kicsit átszervezzük a dolgokat, idő az van, mert a világháború az még odébb van kicsit. Mi történt? Mi a szar van Spanyolországban? Nem mintha érdekelne. Nacionalista Spanyolország nyert, stb. Ugye most akkor egységes spanyol állam van, náci párti, ez teljesen hiteles, mármint ebből a szempontból, tehát az ilyen nagy események azok még hitelesen vannak. Most ez egy mellékhatás, hogy itt lesznek ilyen furcsaságok, hogy például Németország nem kapja meg Csehországot, mert Magyarország élesz előtte, meg a... Ausztria is ófolódik Németországnak, mert Magyarország élesz. Egyébként engem rohadtul idegesítenek ezek a csírák itt, tehát én konkrétan le fogom ezeket itt zúzni. Svájcot, mert az annyira idegesít, hogy ott kinyírja a világ itt önmagát, itt körülötte, ők pedig rohadtul gazdagodnak ott, mert mindenki oda gyűjti a pénzt. Az ilyenek. Szóval Svájcot elnyomjuk. Ilyen tervek vannak most. Oké, hadd lássam, mi történt itt. Ti vagytok akkor. Meg még ti ketten. Ti mindannyian vagytok azok, akik idejönnek, és idejöttök. És beraklak titeket akkor az egyes csoportba. Na, titeket se tudlak berakni. Ilyen szarnak, nem? Ti is gyertek ide. Egy kicsit újra szervezem a sereget, meg most jól megtanulom, hogy mi a szar van, de például ekkora seregeket nem tudok így kijelölgetni. Ezeket lehet, hogy le kéne kapcsolni előtte. Fő HQ-kat, és akkor jó lesz. Ti is mindannyian az én embereim vagytok mostantól. Minden HQ ki van kapcsolva talán. Hadd próbáljam most újra. Most sem vagytok szolgák, miért? Valaki bekapcsolva maradt, vagy mi a szarnak van az így? Itt is be van kapcsolva egy paraszt. Hadd nézzem most. Szóval nem hajlandóak kijelölődni hadseregét. Valami nagyon össze van akadva. Mi a szarnak vannak itt ezek a nagy... Ezt nem lehet valahogy kitörölni, ezt az Ausztria hadtestet? Ez már annyira lejárt. Nem tudom diszbandolni, nem igaz. Jugoszláv hadtest, ez is már olyan régi, mint a fene. Hogy kell kitörölni ezt a sok feleslegesen készített hadsereg csoport szart? Budapest HQ. Ez van. Hopp, valami német esemény van. Mi a szar ez? Ó, basszus, megtörtént az Anschluss. Erről lecsúsztunk. Várjunk csak akkor. Ezt nem ússzátok meg ennyiből.
Nem volt autómentés. Basszus, behúzták. Akkor ez gyorsan még, akkor Csehországot még azt behúzzuk mi. Jó, akkor elintézem én az ostromot. Lehet, hogy egy páran meghalnak fölöslegesen, de legalább annyival kevesebb gyökér tisztem lesz. Akik nem hajlandóak engedelmeskedni a parancsoknak. Bőségesen elosztom a seregeket. Bőségesen lesz mindenhol mindenből. Nagyon nem akar elfogyni. Kicsit sem akar elfogyni, nagyon vicces. Hiába kattingatom ki. 10 000-es ember seregeket, meg ilyen 1 000-es ember seregeket. És nem fogynak el, sok magyar van. Megdobban a magyar szív. Jó sokszor. Legalább van miből gazdálkodni. Beálljunk egyébként éknek. Elfoglaljuk Lengyelországot? Elméletileg úgy akartam egyszer, hogy Lengyelországgal ilyen baráti viszonyban leszünk, és akkor majd mi őrködünk egymás fölött. Aztán lehet, hogy most behúzom a kedvetekért Lengyelországot is, mert miért ne? Ha nem fogynak el a seregek, hiába kattingatok orba szájba. Nem fogynak el. Nem baj. Ez legyen a legnagyobb probléma, hogy túl sok a sereg. Nem bíztam semmit a véletlenre. Nem spóroltam semmit. Mindenhova jut, minden hadsereget. Na, jó. Többieket azokat itt hagyjuk. Többiek lesznek a tartalék. Maradjatok itt. Na, lássuk, mi történt. Mit kattingattam itt sokat. Lássuk, mi volt a haditerv, amit nem mondtam el, csak mutattam, hogy mi a terv kb. Lássuk, hogyan megy ez valóságban. Hopp, itt valami van. Ez hozzákapcsolódott az Axishoz. Ja, baze. Lehet, hogyha megtámadom őket, akkor viszem egész háborút Németországgal. Most az a helyzet, hogy most... Jó, akkor ezt még behúzom Lengyelországot, bocsi. Ez fontos. Kicsit kell a terület. Mert most már eléggé kezdenek összefogni itt a világháborús emberkék, és talán jó lenne, hogyha... Ha jó lenne. Oké. Okay. A szar ez hol van? Az lengyel. Hova lett a lengyel HQ? Ott van. Nem? Ki a szarok vagytok ti? Ugye? Ti vagytok a lengyel. Én úgy tudom. Ezt kaparincsuk csak meg gyorsan, mielőtt még Oroszország és Németország tenné meg helyettem. Szerencsére elég gyenge a sereg,
átszervezhetitek. Agresszív attacking cuccal toljátok, légy szíves. Kaptok mindenféle extrát, hadd nézem csak, hol vagytok. Igen, ez az, kaptok mindenféle extrát, tessék. Supply problémák nem probléma. Oké, elindult. Elindult ez a másik hadtest német, vagy a Lengyelország felé. És akkor lesz egy negyedik pólus, tehát itt lesz majd Oroszország, lesz Németország. Átengedem nekik Franciaországot, mert itt van Németország, meg Itália, azok ott el vannak. Egy kicsit elesik, majd akkor később Angliához kapcsolódik az USA, USA-t is lezúzzuk majd alkalmattán. Ha oda jutok, csak várják ki. Még először itt lehet, hogy ezeket a déli országokat is behúzom. Majd meglátjuk, de Görögország az nagyon barátja az angoloknak. Ez a kis pici ország, ez azt tudom mi a szar, Bulgári, vagy mi a szar ez? Ez az. Bulgária talán. Bulgária, ja. Ő is itt van. Ő azt hiszem nem barátja senkinek. Etiópia, Lengyelország. Bulgáriát még behúzzuk kicsit. Csak hogy teljes legyen a kép, tehát kicsit zavarnak, hogy ott vannak. Van még az internet? Pillanat. Látszólag áttörni látszik itt a frontot a seregem. Lengyelországban, mint a kés a vajban áramlanak fölfelé. Csehek is feladják lassan. És most már csak egy év van a második világháborúig. És mennyi van a streamből vajon? Abból viszont már nem sok. Úgyhogy még ezt a két országot elfoglalom, és akkor a következő izgalmas kalandokat majd a következő részben fogom tolni. De ez jól néz ki, tehát nem? Öröm rájuk nézni, ahogy mozognak és terjeszkednek. Annyira szép látvány. Magyarország jól néz ki, tehát így azért jobban néz ki Magyarország, mint a mostani alakja. Ez se rossz, tehát azért már hozzászoktam. De azért ezt is hamar meg tudnám szokni így, főleg, hogyha így ekkora lesz. Aszta! Lesz sok tengerpartunk, lehet fürdeni. Na hát Csehország úgy tűnik mindjárt feladja a harcokat. Lengyelország is össze-vissza cikázik, tehát nem számítottak egy ilyen magyar invázióra így semmiből. De annyi baj legyen. Kis utánpótlás problémák vannak, amit nem tudok egyébként mire vélni, megint nincs energiám, úgyhogy kicsit utánpótlom a készleteket,
Abból baj nem lehet. Na, gyorsítsunk. És már pillanatok kérdése csak, hogy feladja a Csehország, mert nem tudom, miből élnek ott. Hopp, kész. Főváros elesett, még átköltöztették a fővárost ide, beszarás, ide sehova. Világ végére. Na jó, oké, nem tartott sokáig. Elesett Csehország, Magyarországhoz tartozik. Most egy elég jó kiindulási ponton van a németek felé, hogyha egyszer harcolni kéne. Már csak Lengyelországra várunk. Poénból egyébként gyorsan bejátszunk a végén egy ilyen betöltést, hogy megtámadom Németországot, meg Oroszországot egyszer, és meglátjuk, milyen gyorsan ölnek meg. Csak egy ilyen szintfelmérés a következő alkalomra, jó? Ezt megnézzük még. Hát Lengyelország az szépen összeomlik. Darabkáira. Érdekes, hogy Varsó még tartotta magát, oké. Tehát költözött a főépület. Nagyszerű. Még azt hiszem kimenekítették valahova a fővárost. Nem gyakori. HQ-kat kell igazából levadászni, mert azok irányítják a sereget. Tehát, hogyha HQ-kat leszeded, akkor összeomlik a seregük. Mi a szar van itt? Fejlesztéseket kell tolni. Menjünk rá a harckocsikra, a közepes harckocsikra, jó? Azokat légy gyártsátok izomból. Itt valami szarság van. Ja, nézzük meg Bulgáriát, az hogy van? Bulgária az összeomlott. Csak így belekattintottam random Bulgáriába, azt összeomlott. Nem baj. Lengyelország jobban érdekel. Folyamatosan területeket hódítunk el. Már nem sokban tartja magát. Magyarország szépen itt van, szép egyenesen. Jó. És akkor most közös határom van oroszokkal. Megpróbálom egyébként azt is, hogy ezeket bevonom szövetségesnek. Elfogadják. Nagyon kedves tőlük, elfogadják, hogy átmenjek a seregemmel. Ez azért jó, mert így akkor talán meg tudom akadályozni, hogy Oroszország lezúzza ezeket a kis országokat. Őket csipázom, kicsit jó fejek, úgyhogy nem. Nem hagyom, hogy bajuk essen, megpróbálom ezt megoldani. Igen, mindenki elfogadta, hogy átmenjen oda a hadseregem, ezt meg is tesszük. Menjetek csak oda. Ó, ez az, feladta. Na, még egy kis pajzsot is képeztem, akkor csak idáig kéne eljönni, na mindegy. Finnekkel is lebacsizunk, ti kik vagytok? Ja, veletek már meg vagyunk. Finnekkel lebacsizunk kicsit. Oké. Először ezeket, majd megpróbálom szövetségessé alakítani őket. Na, hát itt tartunk. Bulgária még itt van. Mi a szarnak? Foglaljuk el ezeket. Bulgáriát még gyorsan behúzzuk. Nem maradhat el. Jó! Még egy utolsó rahamot. Nem tartja magát, nagyon-nagyon küzdenek, de mindjárt összeesnek, remélem. Add fel! Add fel! Fú, itt nagyon pusztulnak az emberek, most nagyon-nagyon rosszul harcolok velük. Tudjátok mit? Erre a rövid időre megkapjátok ezt. Megkapjátok...
kapjátok... Mi a szar van? Tök mindegy, csehek, és a többi, támadjátok meg. Igen, nem az történt, amire számítottam, na most még egyszer. Ti megkapjátok ezt a területet, ez mind a tietek. Csak gyorsan intézkedjetek már, szedjétek le. Használjátok a légvédelmet, meg mindent. Szedjétek le ezt a két várost. Na nézzük, az AI az mire képes. Hát ennyi. Tehát ez nagyon, valami nagyon jól tol az AI. Na és akkor Magyarország előállott, akkor Magyarország így helyezkedik el a térképen. Eléggé szép éket vertünk a nagyon brutál arcok és a kis gyenge Európa közé. Most megint megvédjük Európát, meg kicsit irányítjuk ott a dolgokat. És akkor a továbbiakban majd konfliktusunk lesz az Amerikai Egyesült Államokkal, meg mindenfélével, és akkor most itt mentek egyet. Oké. Okay. És akkor most még egy valamit szeretnék megcsinálni. Ha itt ez ilyen. Legnagyobb ilyen hákukat lekapcsoljuk. És már muszáj, annyira szeretném összerendezni egy nagy gyászeregemet, meg kitörölni ezeket a csomó bullshitot, amit véletlenül legyártottam. Mert mindenki most off módban van. És pár ilyen gyökér van még itt bekapcsolva. Hadd nézzem csak. ...700 egység, az beteg. És nem tudom őket... ...oda rendezni. Nem értem miért. Diszbandolni őket persze. Ez nem tudom mi. Egy seregbe szeretnélek titeket rendezni. Itt méret határai vannak? Vagy mi a szarnak nem tudom ezt megtenni. Titeket megtudlak? Titeket már megtudlak. Tök jó. Akkor ti lesztek a... egyes. AI. Berlin. És Moszkva. Ti itt középen. Őket sem vagyok képes valamiért irányítani. Titeket. Titeket már lehet. Na, nagyszerű. Ti lesztek a kettes. Berlin, Moszkva. Ti itt alul akkor kénytelenek lesztek bevállalni minden mást. Titeket sem tudlak kijelölni. Valahol itt van a szar a rendszerben. Na, itt ez már jó. Oké, okay, AI, stb. Berlin. Hops! Berlin, Moszkva. Oké, okay. És akkor most toljunk le egy gyors szimulációt. Németországgal háború van. Oroszországgal is háború van. Mi történik?
Beállítom még azt is, hogy az egyes hadsereg az attacking, offensive, offensive. Kettes hadsereg. Attacking. Offensive. Hármas hadseregnek nem adtam nevet, ugye? Ez hármas hadsereg. Ti is attacking lesztek, meg offensív. Jó. Na küldjük neki az időt. Nézzük, mi történik így Magyarországgal. Na, hát ennyi lett volna mára, és akkor legközelebb innen folytatjuk rendesen. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!